Jó estét kívánok, kedves nézőink! A Makói Városi Televízió hétfő esti híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Érkezzenek legfontosabb híreink! Családi hagyomatikum belépő jár a tankönyvek mellé a makói általános iskolásoknak. Megszépült a makói óvoda Kálvin téri tagintézményének udvara is. Kubinyi Anna goblány tervező életéről és munkásságáról mesélt a művész két lánya. A beiskolázási támogatás biztosítása mellett minden makói általános iskolást egy családi fürdőbelépővel ajándékozunk meg a tanévkezdés alkalmából, jelentette be Farkas Éva Erzsébet polgármester, a Makói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Almási tagintézményének jubileumi tanévnyitóján. A 90 éves intézményben iskolatörténeti előadásokkal, beszélgetésekkel és sportprogramokkal ünneplik meg a születésnapot az Alma Bálig. Az eseményen Borkáné Dudás Mónika, az intézmény igazgatója elmondta, bár az intézmény 1930-ban nyitotta meg kapuit a tervdokumentációk elkészítése és az ehhez szükséges állami támogatás biztosítása már egy évvel hamarabb elkezdődött. A kezdetekben az iskola két tantermmel üzemelt és szolgálati lakások is tartoztak hozzá. Mindezekről levéltári feljegyzésekből olvastak, melyekből az akkori problémákról is fény derült. 1930-as tanévnyitó értekezleten ugyanazokról a problémákról beszélgettek, hogy a gyermekek magatartására nagyon oda kell figyelni, hogy az alsó és a felső tagozat között az átmenetet segíteni kell, hogy nem minden szülő tudja a tankönyvet, füzetet megvenni a gyerekeknek, hogyan tudnának segíteni. Én azt gondolom, hogy azóta sem változott semmit, talán egy kicsit a pedagógiai nézetek, a pedagógiai gondolatok változtak meg, de a tanár-diák viszony az ugyanolyan. A jubileumi tanévnyitón verses és zenés műsorral örvendeztették meg a megjelent vendégeket az iskola tanulói, köztük az első osztályosok is. A produkciókat követve Farkas Éva Erzsébet polgármester mondott beszédet, aki összegezte, az iskola új korszakhoz érkezett, hiszen egy 1,4 milliárd forintos fejlesztésnek köszönhetően hamarosan 21. századi környezetben tanulhatnak majd az almás is növendégek. Továbbá hangsúlyozta, örömmel szolgál, hogy a városban több oktatási-nevelési intézményben is jubileumokat ünnepelhetünk. Hiszem és vallom, hogy a jubileumi év minden alkalommal összeköt múltat és jövőt. A 21. század iskolájának megépítését indítja el, és ez hűen tükrözi nevelési-oktatási törekvéseit az itt dolgozó pedagógusoknak, nevelőknek, illetve segítőiknek. Egy születésnapra nem csak a jó kívánságokat kell hozni, érdemes valamilyen ajándékkal érkezni. Ezen ünnepi eseményekhez köthetően éppen ezért a családok évében önkormányzatunk az 5000 forintos beiskolázási támogatás mellett a tanév indulása alkalmából minden makói általános iskolás tanulónak családi belépőt biztosít a hagymatikum gyógyfürdőbe. Az almási pedagógusai számos programmal készülnek a 2019-2020-as tanévben, felelevenítve az iskola múltját. Az egyik ilyen esemény a tanévnyitó utáni alkalmazotti értekezlet volt, melyen az intézmény egykori tanítói is részt vettek. 21 évig dolgoztam itt az Almásiban, először napközis tanítóként, aztán tanítóként, majd gyógypedagógusi pályámat is kipróbálhattam. És nagyon-nagyon jó emlékek, amikor idejöttem, nagyon az idősebb kollégák szeretettel befogadtak, tanítgattak, és aztán barátságok szövődtek itt az iskolán belül kolléganőkkel és kollégákkal, tehát nagyon-nagyon kellemesen gondolok vissza erre a 21 évre. A hagyományosan megrendezésre kerülő almabálik szinte minden héten készülnek majd a gyerekeknek valamilyen eseménnyel. Többek között iskolatörténeti előadásokon vehetnek majd részt, disputa beszélgetések lesznek, valamint egy 90 szóból álló verset is írniuk kell majd az osztályoknak. Ecsetet ragadva szépítették meg a vállalkozó szellemű szülők és fiatalok a makói óvoda Kálvin téri tagintézményének kültéri játékait és környezetét. A Legyél te is önkéntes című program keretében valósult meg ez az akció, így az első napon a gyermekeket már egy szép, megújult környezet várta.
Mint arról korábban beszámoltunk, számos rendezvény és esemény valósul meg az Érték közvetítés a Makó és térségek közösségében című EFO projekt keretében. Ilyen többek között a Legyél te is önkéntes című kezdeményezés is, amely már 6. alkalommal valósult meg. Ezúttal a helyszín a Makói óvoda Kálvin téri tagintézménye volt. A vállalkozó szelleműek a nyári szabadidejüket nem sajnálva újították meg a kisgyermekek fajátékait és az udvar környezetét. A programról András Lilla, a projektmenedzser számolt be televíziónknak. Ez most egy egyedi eset, hiszen óvodában még nem voltunk, játszótereket szépítettünk meg és környezetüket. Ezen kívül voltunk ugye most 2 alkalommal a Makói Eninek az épületében, és ugye már korábban is említettem, hogy a jövőben szeretnénk lelki gondozást is szolgálni az önkéntes program keretein belül. Jelenleg a helyszínt keressük erre. És ugye, hogy miért is pont az óvoda, természetesen minden makói intézménynek a vezetőivel kapcsolatban állunk, és úgy gondolom, hogy mint ahogy említettem itt az iskola és óvoda kezdés előtt, ennél jobb helyet nem találhattunk volna ennek az eseménynek a megvalósítására. Nem csak az óvoda külseje szépült meg, hanem az intézmény is átalakuláson ment át a nyár folyamán, mivel szeptembertől már 20 csoport kezdi meg a nevelési évet. Tette mindehhez hozzá Bányai Anita, a Makói óvoda intézmény vezetője. A padlástérből közösségi tér és tornaszoba lesz, a korábbi tornaszobából pedig csoportszoba lesz az idei nevelési évben. A munkálatok egész nyáron folytak, igazi nagy felújítás, minden volt benne, ami egy felújítással jár, és valószínű, hogy szeptember 2-ára tényleg úgy várjuk a kicsiket, hogy rendbe tesszük az óvoda, a teljes óvoda udvarát és az óvoda épületét is. Bányai Anita intézményvezető elmondta, hogy nagy segítség volt az óvoda számára az önkéntesek munkája, mivel az év folyamán a 4 hozzájuk tartozó intézmény körül 2 karbantartó látja el a feladatokat. Ezen túl termálvizes rendszer segítségével oldják meg a fűtést a Galamb József mezőgazdasági szakgimnázium és szakközépiskola tangazdaságában. Emellett az elektromos rendszer korszerűsítésére is sor kerül még ebben az évben, jövőre pedig napelemeket is beszereznek. Ezeknek a beruházásoknak köszönhetően a tankert szinte teljesen önellátóan működhet majd a jövőben. Mint arról már korábban beszámoltunk, az intézmény Szép utcai épületében átfogó energetikai fejlesztések mentek végbe az utóbbi néhány évben. Ezeknek köszönhetően jelentős összeget tudtak megspórolni, amely a fenntartó, az Agrárminisztérium korábbi ígérete szerint az iskolánál maradhatott. Az intézmény vezetősége ezt a pénzt további energetikai fejlesztésekre fordítja, a tankertben több modernizációs folyamat is megindult. Ennek első lépcsőjeként a termálvíz átvezetés történt meg, tehát a gazdaságtalan gáztartályos konvektoros fűtést váltottuk ki. Ez az egész termálvizes beruházás 25 millió forintba került, ebben benne van a földbe kerülő termálcsövek, illetve a radiátorok cseréje, radiátorok beépítése, a hőközpont kialakítása, ennek a nagy hőközpontnak, illetve egy kisebb hőközpontnak a kialakítása, továbbá a biztonsági fűtési rendszer beépítése is. Kialakításra került egy 300 méter mély fúrott kút is. Az innen kinyert vizet további tisztításnak kell alávetni. Mint megtudtuk, ez a tisztítórendszer, valamint a korábban említett termálvizes fűtőrendszer nagyban megemelte a tankert elektromos áram szükségletét. Így egyértelműen adódik az, hogy az elektromos áram hálózatot teljes egészében fel kell újítani. Az áramszolgáltatóval történt egyeztetésnek köszönhetően teljesen új betáplálási helyről 3x80 amper áramot fogunk majd kapni. Földkábelekkel váltjuk ki a légkábeleket és lecseréljük az elavult régi vezetékeket. Ez 15 millió forintba fog kerülni még az idén megvalósuló beruházás. Jövő évben megtörténik majd a tankert épületeinek szigetelése, valamint 15-20 millió forintból egy napelemrendszer is kiépítésre kerül. Horváth Zoltán igazgató elmondta, ezeknek a beruházásoknak köszönhetően a tangazdaság energiaköltségei töredékére csökkenhetnek. Mindemellett szemléletformáló hatása is lehet a fejlesztésnek, ugyanis a diákok egy közel teljesen önellátó, fejlett tankertben dolgozhatnak, ahonnan akár inspirációt is nyerhetnek jövőbeni saját gazdaságuk elindításához. A hosszantartó hőség egyaránt megviseli a kismamákat és a babákat is, akik olykor nyűgösebbek lehetnek, ilyenkor napirendjük is felborulhat.
Étvágyuk a meleg hatására csökkenhet, ezért fokozottan figyelni kell a folyadékbevitelükre. Napokig tartott a 30 fölötti hőmérséklet hazánk területén, így nagy volt a szervezetünket érő terhelés, fejfájás, migrén és keringési panaszok egyaránt jelentkezhetnek ilyenkor. A kánikula nem csak a felnőttekre, de a kicsikre is veszélyes lehet. A nagy melegben a várandósoknak és a kismamáknak is fokozottan oda kell figyelniük a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelre, hiszen szervezetük ezen időszakban jobban le van terhelve. Én szoktam javasolni, hogy nyári hőségben lehetőleg ne vizet igyunk, nagyon jó a csapvíz és nagyon egészséges, de ilyenkor, hogyha megterhelő a szervezetnek a hőség, akkor nagyon jó a különböző sportitaloknak, az izotóniás italoknak a fogyasztása. A gyümölcslevek is nagyon jók, itt a plusz cukorral azért résen kell lenni, főleg a várandósoknak, hogy nagyon sok plusz kalóriát lehetőleg ne vigyenek be. A szakorvos hangsúlyozta, a csecsemők számára is nagyon fontos a vízpótlása az anyatáj mellett. Célszerű két szoptatás között felforrat és visszahűtött vízzel vagy babavízzel megitatni őket. Nem elkerülendő a szezonális gyümölcsök adagolása sem, de ami még ezeknél is fontosabb, hogy fokozottan tartsuk be a javasolt időintervallumot, amikor a baba szabadban tartózkodhat. Az újszülött babával egyáltalán nem javasolt napra menni, hatetáskor után is csak mértékkel, néhány percig érheti a bőrüket a napfény. Lehetőleg 10 óra előtt sétálni, meg a késő délután, amikor már hűvösebb van, olyan árnyas helyeken, ahol nem tud túlmelegedni, és semmiképpen nem szabad őket felügyelet nélkül kitenni, aludni ezekben a napokban, mert nagyon könnyen elmegy az árnyék, rátűz a nap, megéghet, meg túlmelegedhet. Egy kis baba. A gyermekgyógyász azt is elmondta, ha azt tapasztaljuk, hogy a gyermek teste kipirosodott, szaporán veszi a levegőt, érdemes letusolni, így vissza tudjuk hűteni testét. Arra is emlékeztetett, hogy manapság egyre több az olyan bevásárlóközpont, ahol túl hideg van, így ha kisgyermekkel tesszük meg a bevásárlást, célszerű felöltöztetni őket. A napokban azonban felélegezhetünk, ugyanis a hűvös hajnalokat mérsékelten meleg nappalok folytatják. A hőmérséklet maximum 22-28 fokig emelkedhet. A József Attila Múzeum szervezésében nemrégiben a fazekas mesterség alappilléreivel ismerkedhettek meg a kézművesség iránt érdeklődő gyermekek egy nyári tábor keretében. Az ifjak a foglalkozások alatt szabadjára engedték fantáziájukat, és számos tárgyat készítettek némi agyag segítségével. Erre vannak klasszikus mozdulatok, amikor a kezünkkel körbeveszik az agyagot, és a hüvelyekújunkat belenyomva képezzük ki az edénynek a belső ültartalmát. Ilyen és ehhez hasonló technikákat tanultak a gyerkőcök Csizmazia Norbertől a fazekas táborban. A foglalkozások vezetője stábunknak elmondta, hogy mint minden mesterség elsajátításánál itt is kulcsfontosságú az alapok biztos tudása. Ezért a gyermekek oktatásánál is ez volt a fő szempont. Tehát a golyó hengergetése, akár egy úgynevezett hurka technika, amikor készítünk egy hurkához hasonlatos agyagcsíkot, és ezekből építjük fel úgymond az edényeket, amik ugye nyilván az ősidőkben a legelső ilyen jellegű megmozdulások voltak az embernek az edénykészítésre, a tárgykör vagy tárgykészítésben, és ezeket vesszük végig legelőször, aztán haladunk a modern irányzat felé, tehát a korong az egy olyan viszonylag újabbkori. De már az ősidőkben is használt, de azért mindenképpen egy fejlettebb verziója annak, hogy mi mondjuk használt tárgyakat készítsünk. Az 5 napos program alatt számos feladatot kaptak a fiatalok, köztük Szilágyi Gergely Gábor arról mesélt televíziónknak, hogy mi mindent formáztak agyagból. Csináltam ilyen tányért, csináltam ilyen edényt is, nagybácsival, csináltunk ilyen szobrokat, gyümölcsöt is csináltunk, kellett csinálni almát, szilvát, banánt. A kézművesség mellett más szórakoztató tevékenységek is terítéken voltak a gyerkőcök nagy örömére. Kimegyünk néha a játszótérre, elmegyünk fagyizni, ott is nagyon sokat szoktunk játszani, meg jól szoktunk érezni magunkat, meg itt is zenét hallgatunk,
játszunk, focizunk, fogócskázunk. A József Attila Városi Könyvtár és Múzeum számos tábornak adott otthont a vakáció alatt, melyek jó lehetőséget biztosítottak az ifjaknak a tartalmas időtöltésre. A 2,5 hónapos nyári szünet után a mai napon ismét becsengettek az oktatási intézményekben, és megkezdődött a 2019-2020-as tanév. Kubinyi Anna Kossuth-díjas goblány tervező életéről és munkásságáról mesélt két lánya a Marosmenti Konstantinápoly beszélgetés sorozat legutóbbi alkalmával Maráci Margitnak és az érdeklődőknek. Az esten az is elhangzott, hogy szeptember 5-én csütörtökön 17 órától egy emlékkiállítással és emlékpad avatással tisztelegnek a művész születésének 70. évfordulója alkalmából. Kubinyi Anna Kossuth és magyar örökségdíjas goblen tervező, Makon pedagógus szülők gyermekeként született. Egy évvel később a család Szegedre költözött és a középiskolát a Tömörkény István gimnáziumban végezte, majd a Magyar Iparművészeti Főiskola hallgatója volt. Eredetileg keramikus szeretett volna lenni, de egy véletlen folytán papírjai elkeveredtek és a goblen szakra vették fel. Művészeti tanulmányai elősegítették, hogy kialakítsa egyéni technikájához kapcsolódó motívumvilágát, amely a természet és a táj megjelenítést helyezte előtérbe. A kerámiás múltnak köszönhetően kezdett el azzal foglalkozni, hogy ne két dimenzióban dolgozzon, ugye a goblen az két dimenziós volt általában, de ő folyamatosan azon kísérletezett a főiskolán, hogy valahogy kitörjön ebből a két dimenzióból, mindenféle dolgokat próbált beleszülni, és aztán találta a szegedi Kendert, miután ugye Szegeden éltek, a Kender gyárban, a Kendernek egy ilyen gyártásközi állapotú változatát, ami még nem a késztermék és nem is a megdolgozatlan Kender. A beszélgetésen arról is szó volt, hogy 1988-ban Makóváros önkormányzata megrendelte a Marospart című alkotását, mely nagyon sokáig a régi városháza dísztermében volt látható, majd később átkerült a hagymaházba, azonban sajnos az állaga az idő folyamán nagyon leromlott, így restaurálásra szorult. Az önkormányzatnak köszönhetően a felújítás megvalósult, és a remek mű ma már az új könyvtár falát díszíti. Kubinyi Adrián arról mesélt, hogy a restaurálási munkálatokat 4 makkói horgolóasszony vállalta és készítette el. Akik végül is ezt azt hiszem összesen 200 munkaórával sikerült nekik az egészet helyreállítani, úgyhogy ennek kapcsán jöttünk le többször az idén, és hát nagyon, vagyis bocsánat, ez meg tavaly, igen, tehát hogy ez már így összemosódik, így elég régóta zajlik a dolog, és nagyon szépen köszönjük neki. Az est folyamán az is kiderült, Kubinyi Anna előszeretettel vonta be az alkotási folyamatba lányait is, akik örömmel vettek részt a munkában. A 2015-ben elhunyt Kossuth és magyar örökségdíjas goblen tervező idén lenne 70 éves. Ez alkalomból Makón szeptember 5-én 17 órától a művész tiszteletére emlékkiállítást rendeznek a József Attila Múzeumban és emlékpadavatást a Hagymaháznál. Érkezzenek kiemelt híreink, még egyszer röviden. Családi hagymatikum belépő jár a tankönyvek mellé a makói általános iskolásoknak. Megszépült a makói óvoda Kálvin téri tagintézményének udvara is. Kubinyi Anna goblány tervező életéről és munkásságáról mesélt a művész két lánya. Kedves nézőink, ne feledjék, ha lemaradtak a híradóról, anyagainkat megtekinthetik a VTV Makói YouTube csatornáján, vagy látogassanak el Facebookos közösségi oldalunkra, illetve weboldalunkra a www.makotv.hu-ra, ahol megtalálják és visszanézhetik híreinket. Híradónk után megmutatjuk a holnapi időjárást, ezt követően a konyha nyelven a polgármesterrel a Térség ízei című gasztromagazinunkat tűztük műsorra, majd Társalgó című színes kulturális magazinunkat láthatják. Mindemellett az este folyamán a Városi Retro Fesztiválra is visszatekintünk. Kedves nézőink, ez volt a hétfő esti híradó. Legközelebb holnap jelentkezünk ismét friss hírekkel, tartsanak velünk akkor is. Én már a búcsúzom önöktől, kellemes estét kívánok, viszontlátásra!